Ha ezt a szignált halljuk, tudjuk, hogy jön a vonat. Ha pedig ezt, akkor tudjuk, hogy jó lenne megint repülni a malévvel. Két közlekedési szignál, két dallam. Mindkettőt tudja dúdolni, fütyülni az egész ország. És a két ember, aki ezeket a dallamokat kitalálta és lejegyezte. Presser Gábort azt hiszem, hogy mindenki ismeri. De ki a másik úr? Ő Székely Tamás, a MÁV szignál, vagy ahogyan ő hívja, a Tilinkó szerzője. Ne keressék a nevét a zenei kiadványokban, nem muzsikus ő, hanem gépészmérnök. Évtizedekig vezette a MÁV rádiólaborját, talán éppen ezért tartja jelentéktelennek fontos munkái között a MÁV szignált. Mindenki azt mondja, hú, ez egy játékom volt, játszottam. Ez a játék viszont minden idők legtöbbször megszólaltatott dallam sorát eredményezte. Azt, amelyet mindenki ismeri,